rettenne kellett az adni, vagy az utolsó utakon kiesett 9 barangon, és úgy, mint Magyarországon, abban az időben, 1980-ban volt, nem volt nagy hívat annak, hogy egy fiatal tenyésztő az élvonalban robbanjon. Én úgy robbantam be, háromszor nyertem, 81-82-ben, 83-ban Csepreki bajnokságot egymás után, aztán Szolnok Mellányosán volt, kiköltöztem Szanda szülőse, ahol építkeztem, 3 évig 9 állományt helyeztem, akkor határoztam el, hogy már szereztem magamban, teljesen tisztelébe, és 1981-81-86-ban tulajdonképpen az építkezésem idejét úgy szólván passzíroztam a barnászat. Ugye hát ment a fiska mindenki részéről, és semmi gondot nem éreztem, nem vettem fel a kesztyűt. 87-től napjainkig első osztály tenyésztő vagyok, többször, nagyon sokszor nyertem kezdeti bajnokságot, tulajdonképpen minden kategóriában nyertem kezdeti bajnokságot. A legjobb évben 2014-ben volt, ahol rövid, közé, hosszú, általános, rövid középen is kerületi bajnokság, illetve még a fiatalok is éljettem a kerületi bajnokságot. Na most magamról ennyi, illetve mindig az első osztályban voltam, 2004-ben, 2003 felén Németországban dolgoztam, és április húsvét környékén jöttem haza, volt néhány darab, nem sok darab volt, egy 14-15 darab darab, és fölhívtam a versenybizottság elnökét, ennyi túlátok, a kerületi versenybizottság elnöke igen mondott, az egyetületi versenybizottság elnöke nem hagyott elindulni, az ötödik utól tudtam beszállni, most ekkor 20 fő volt az első osztály, én 21-dik lettem, úgyhogy az első úton passzolva kezdtem. És mindjárt megrégisztettem a tenyésztőket, mert 10-ből 12-ből. A szerencsés számolt abban az időben, én 3-4 marcegyeztetek valamokkal versenyeztem, és szerezett a valamok minden távon jó, és gyorsak volt. Néhány szót arról, hogy hogyan lehet az ember hosszú távon sikeres. Már a galambász életében, mert ugye ez egy galambász, az egy ember öltő. Én hiszek abban, hogy a galambászban egy évű állományra lehet sikert elérni. Ez az egy évű állomány az azt jelenti, hogy a valami vérhányada között ne legyen nagy különbség, és ha egy valam leteszi a tetőre a lábát, akkor tudnak alatt ott kell lenni minden valami. És ez egy jó állomány, honvéd állomány, ezzel lehet sikert elérni, és a fiatal tenyésztőknek mondanám, hogy a valamok között is, ezt minden tenyésztő, biztos nem hallották még a sportások más szájából, de a valamok között is akkora különbség van, mint az emberek között. Gondoljuk el egy professzor és egy egyszerű ember közötti színkülönbségre. Ugyanezek a valamok között fönnállnak. Én azt mondom, hogy nem mindenhol Trabantot tenyésztünk, vagy Mercedes tenyésztünk. Tehát kettő között. Én a galambémat rokott, erősen rokott tenyésztem, beltenyésztek, keresztetek. Kérem szépen, én az előadásomra úgy készültem, hogy az özvegységről beszélnék, a özveg hímek fogadása, illetve felkészítése. Ez mindenki
néven, a fogadás. Tehát először is, hogy kezdődik tavasszal a szezon, akkor mindenki, azért, aki eredményt akar elérni, mert mindenki eredményt akar elérni, de legyen ez főszempont, hogy a gyógycot, többé az a legjobb gyógycé gyógycot a mondani mosható gyógycs. Én a tavasszal fiatalok nevelése után, illetve már előtte mindig kimosom a gyógycot, kifertőtlenítem, a berendezéseket szétszedem, felinogom, lemosom, a falat képlettel átedézem, a üveget leszedem, a mennyezető, a vezetéki egy por nem lehet, és a valamnak ebben ellensége a gyógycot, a por. Az embernek is egyébként, és ezzel kell odafigyelni. Sokan kérdezik tőlem, hogy légútra hogyan kezdelek. Sehogy, nem kezdelek. Régebben csináltam olyan, hogy injekcióztam a galambat állandóan. Ma, ha valamiért ma pszichó ellen kezelem két hetente az első időben, egy heten, van, hogy BS-tel, ronidazol tablettával kezelem. Majd erre kitérek pontosan még. Na most, mikor tiszta a gyógycunk, ugye mikor a fiatalok nevelése után azért a gyógyc újra összekaszolódik, akkor ismét át lehet törölni a gyógycot. Tehát a gyógyc legyen egyszerű, amilyen egyszerű lehet, könnyen szétszerhető, és most az a jó, ki a napnak kivetézni. Én a fészektállamat van, az ezvegyek alatt azok a fészektállamban nem nevelnek a fiatalok, tehát ez egy fiatal. És ugye én szivacsal dolgozok, felfüggelítek, tehát a gyógyc higiéniát, és ha bemegyek, mondjuk szigetelt a gyógycom, és azért annyit mondani, hogy megfigyeljük, hogy Belgiumban mennyire száll gyógycot az asztalnak a tenyésztőnek. Majd nézzétek meg, hogy mennyire szálltak a gyógycot. De attól függetlenül ez előbb van. De most állok 14 centis hőszigetben, és volna mennyezetben. De hogy a mennyezettől kezdve minden is tudom. Na most a özvegyi hímek fogadásáról elsődleges. A tojó az nálam szent. A tojó az nem repül, tehát száraz ezeket repülnek, ha valami csak a hímek repülnek. Sokkal könnyebb módszer ez, mert valami úgyben élő nagy részét úgyis van, valami majd történik. A tojó mindig várja. Az első két versenyen megmutatom, a többit nem mutatom a tojó. De nem úgy, hogy beengedem a tojóval, mint sokan csinálják, ilyen itt a tojókat nem szabad. A tojó az mindig legyen lezárva a kézen, és csak azzal a hímmel találkozhat a párjával. Na most ugye egy verseny után gondoljuk el, egy valami elveszítheti a 20-30%-os súlybetegsége van. Na most ez fantasztikus, tehát ha belegondolunk, ha az ember észre nem is fogható, az ember ugye elpusztul erre, ha ekkora van a súlybetegsége. Ezt a súlybetegséget visszafordulni hétvégére hogyan lehetséges? Ma erről szeretnék még beszélni, és hogy egy-egy út nehézsége az változik. Ugye az első rövidebb utakon könnyű utak vannak, akkor ugye én az özvegy kémeimet mindig keverek egy fogadó tapadvány. Tehát 1980-as évekből országos szinten én vezettem be elsőként Anker tanításából, hogy a fázisos takarmányozás. Na most ugye az időben az árpa a fázisos takarmányozás. Ma már az árpát a fogadó takarmányomban kivontam. Tehát nem teszek bele. Gondoljuk bele, hogy hazajön az ötlet, én is olyan takarmánykor, amit nem szabad. Ez nem jó. Olyat kell
30% cirom, 3% szendvice, búza, 7% csupaszak, pászán napraforgó, tehát ezekből állítom elő, amit a van, szívesen ezt megesztünk. Egy pár százalék Árpád lehet beletenni, jelzőt a kalmánynak. Mert az jelző az okban, az akkor nem kell közni. De most azért, hogy amikor az özvegyeket, mert az özvegy folyó, tulajdonképpen nekem két külön búzva vannak, és akkor van egy jelzőnk, amivel problémák vannak összegfolyókkal, azokat elviszem, ami könnyen házos, azokat elviszem, és tulajdonképpen börtönbe zárom, ugye ezeket nagyon jó dolgoz, mert hétvégén ez roppant tüzesen lesz. Hazajön a valama versenyről, akkor hozhat betegségeket, ugye megfertőződhet a kocsi. Na most ugye ennek a cserélésére kell odafigyelni. Én mindig úgy szoktam a naturalitáját évtizedek óta használni. Egyik héten naturalitájú, te a avifal, esetleg gumot, tehát veszek vele, ezek önfüles termékek, energia gomba tulajdonképpen, és akkor ugye a fogadó tartalmányból, ugye úgy kell csinálni, hogy az ezek tojó azért ne szabálja föl a hímek elő a kaját. Na most ugye, amikor leválasztjuk őket, akkor az ezek hímeknek mindjárt viszünk egy-egy kanállal, és adunk. Na most estére ezek a galapokban nagyon ilyesek a hímek, ha mondjuk értelő volt, vagy élelő meg volt a versen, akkor estére mindig magam csinálom ezt a fokhagyma szartól, 5-6 fej fokhagymát összetörő, fölforralok egy literes vizet, liter vizet, és ez a naturalitás üvegbe, mikor 40-50 fokos ráműtöm. Ez a fokhagyma szart, ezt összerázogatjuk egy-egy kanállal egy liter vízbe, a naturális serélesztőbe, ez nagyon finom kor, rászólok, tehát már vasárnap este ezt kapjátok valamit. A fokhagymát tudjuk azt, hogy vírus baktériumből szerepe van. Hétfőn ugyanezt adok neki, vírus baktériumből szerepe, mert nem kell fogni, hogyha nem kell hozott haza, csak van valami, nem látni, mert ugye a torterünk azt mindenki van hozzá, mert össze van a szárba valami, az azért nem nagyon tudunk védekezni. De annyira meg kell csökkenteni ezeknek a csillagképes betegségeket, hogy ne tudjon betegséget, van a könnyedén átvészeli, ha nehogy jelentkezze verseny között. Mondjuk hétfő este, szintén ugye ez a naturális teját, hogy kimennyire is tudom, évtizedek óta használom, adifarmal, mummal, szinte a kalandok pillanatok alatt föl tudnak költődni. Kedden, na most hétfői nap, én borsót úgy értetek, hogy szerdáig kapják a borsó tehetőt. Attól függ, hogy van milyen megterhelést kapják. Ha nehéz verseny van, akkor a borsó fogja visszaadni a súlyt. Tehát az adja a hús. Arra figyeljünk oda, a borsóval, én a takarmányomat mindig napra készen rakom össze. Ez azt jelenti, hogy ugye a 7-es takarmányom, amivel legalább 30%, 30-40% árfolyam van, az fő képezi a fő eletet az első héten, kiegészítve borsóval. Na most nagyon érdekes, hogy ha vasárnap este a verseny napján megfigyeltünk, hogy a kalandok adunk neki, ne legyen éhes, mert látszik attól, hogy kér, akkor addig kell neki ezt a fokhagymát meg sörélesztős kaját, és kérem szépen, akkor a vegye van,
hogy nem figyel oda megfelelően a takarmányozásra. Ez a felépítés azt jelenti, tehát én most ugye mondtam a hétfőnök, kedden ugye reggel esetleg használhatunk biokokszát, én ezt nagyon jónak találom, vagy például a ott hívjátok is a zöldfűt, vagy a, igen, a zöldfűtnél a megint az a fiatal része, mert a magamizottam úgy, hogy zöldfűt sok megvan a felső használtam. Na, mindegy, a kerti napon kapják a komplex vitaminokat, tehát a általános vitamin gyerítét használok kedden este. Na most ezek szerintem diétás takarmányok, borsóval kiegészítik. Szerintem kucinként ugye diétás takarmány, de rakok hozzá erőtakarmány. Az erőtakarmány, ami csütörtökről lép életre, 50% kukoricát tartalmaz. 18-20% napraforgó. Ha szívesen használom a csupaszlagot, a galambok nagyon szeretik, de 36%-nál többet én nem mertem adni sosem. A vörös szirup kerül arányba nagyobba, fölött 8%-a, szekvice, a kender van, és használok nyugóval általában 2%-ot. Tehát a verseny takarmányom ebből kerül, ez az erőtakarmány. A kukorica az 3-4 fél. Én a takarmányokat jó mennyőzőt szerzem be. Nagyon minőségű takarmány. Ma már nem foglalkozom azzal, hogy csillagképes vagy sem. A takarmányoknál a kukorica, azt javaslom mindenkinek, hogy a kukorica, a cirok és a lift a szállított legyen. A gombabetegségeknél, ha ezek nem azok, akkor gombabetegségeket fogja okozni. Én nem vettem észre, hogy a kukoricát magas hőfokon szállítják, és nagy értékben veszíti a csillagképességét, de ettől függetlenül nem tapasztaltam volna, hogy ezáltal a beltartalmi jelenség nagyon csökkent volna, hogy káros lett volna. Én sokkal jobban félek attól, hogy a gombabetegségektől. A megtervett takarmányomat én magam szerzem, de egészében ugyanezt a takarmányt kapják a halatból, és a verseny takarmány az UV-szetet, napoztatom, van egy nagy terasz, bemosom, és mikor megkeverem, ugye ventilátorral, és van egy ilyen tisztított takarmányról van szó, de nem sok korban UV-szetet megnapoztatom. A Janzenék ugye ugyanezt csinálták a takarmányról, napoztatták. De majd gondoljunk bele, hogy a gombabetegségek legfőképpen a kúri annyira beszállítja, hogy a gomba a galambemésztése következtően könnyen átmegy, és nem okoz semmi problémát. Tehát a száraz a takarmány. Ellenben, ha a penészes takarmány az előbb-utóbb problémát okoz. Nagyon érdekes maga példán akarok elmondani valamit, és ez nagyon érdekes, és orvos barátaimmal beszéltem már erről, hogy volt egy körök gombám az egyik ujjam, és 3 hónapig szedtem egy szert. És kérem szépen, a forgai nagyon fáradtak. És úgy képzeljük el, hogy egy idő után megszűnt a forgai betegsége. Már arra gondoltam, 50-valány éves korban akkor, hogy már meg kell büntetni magam, bakvédisztet betegünk. És kérem szépen, ez a görög bomba elleni szer, ez a szervezetemben kiölti az összes bombát, és gondoljuk el, a kezem száraz volt, a lábam száraz volt, tehát szinte szarul nem iszattam, nem volt felejtékvényed. Aztán újra visszatért, hogy ezek van. Ma felejtékezem, nem száraz a kezem, és
elmondta a forgófájást. Úgyhogy valaki, akinek ilyen protézis problémája lesz, az, az próbáljon előtte ezt három hónapig érdemes kipróbálni. Most csak elvan vagyok. Na most ugye nekem a valamelyik, tehát a legsen igénybe úgy szoktam mondani, hogy néha ezt a tiszta vizetünk, ez nem azt jelenti, hogy, hogy mindig adni kell valami, de a kalambot ivóvízén ezen keresztül fertőződhetnek, de ezek, a, ezek a, az anyagok ezek nagyon fontosak, mert a legtöbb baktérium, illetve vírus van